Igen. Megérkezett a tanítványa. Van-e határa a tudásnak, játszhatunk-e Istent? Önmagában a tudás elég a diktatúra kialakulásához, áll az előadás ismertetőjében. A Külön óra című tragikus komédiát Eugène Ionesco, az abszurd dráma egyik megteremtője írta 1950-ben. Művét Egerben Csurulya Csongor állított a színpadra. Az, amit a történet áthallással enged magából megéreztetni, az villant fel olyan társadalmi problémákat, ami magához a társadalom eltorzulásához vezethet, és nyilván a társadalom eltorzulásába magának a társadalomnak van szerepe elsősorban. Nem nagy túlzás volna, vagy nagy luxus volna, ha a gondolkodásunkban azt hiszük, hogy egy-egy ilyen társadalmi eltorzulás az egyéneken múlik. Nem, az általában magán a társadalmon. A történetben egy mester és tanítványa találkozik, utóbbit Nagy Fruzsina Lilla alakítja. Ez egy nagyon mai karakter, egy nyegle, 21. századi modern lány, aki megérkezik egy olyan külön órára, ami erre nem számít, egy olyan emberrel találkozik, akivel nagyon, nagyon nem egyezik a véleményük, a személyiségük, más korosztálya két ember, és igazából ez is adja a konfliktusukat. A darab sejteti a társadalmi manipuláció hatását, illetve a diktatúrák kialakulásához szükséges tényezőket. Az első mondatok az szinte ilyen suttogós állapotból egészen az önkívületi ordításig a végéig, és ez szépen így épül az egész darab folyamán. Az aritmetrikán keresztül, a filológián keresztül, ami szintén megint csak ugye mi tudományágak, úgymond, de hát ezek is ugye eszközei annak, hogy a diktatúra éljen és működjön. A házvezető nő Dimanopulo Afrodité játsza, a darab az évad utolsó bemutatója.